Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mielőtt rátérnék arra, hogy mit mutatnak a kártyák ebben a három kérdőjeles jóslásban, van most egy nagyon kedvező ajánlatom, hiszen ingyenes. Ha írsz egy e-mailt és kéred a te személyes szerencse számodat, ezt megkapod tőlem, mégpedig ingyen. És most rátérek a három kérdésre. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Ő a múltban igazságtalanságokat élt át. Ezt ő le akarja zárni, hiszen itt látható már a megújulás, mint egy újjászületés. Ő sokat gondolkozott ebben a helyzetben. Lehet, hogy töprengett azon, miért volt ez az igazságtalanság, de ő ezt most le fogja zárni. Ez a terve. Lesz egy új irány, lesz egy új kezdet. Hogyan érzi magát? Kicsit visszahúzódó, vagy meditál valami felett. Itt ez a szent kép látható a háttérben, ez jelenti az ő hitét, az ő elképzelését. Most nyugalomra van szüksége, és pontosan ez ad számára életerőt. Mit fog tenni? Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Lesz egy örömteli kapcsolat, közeledik hozzád, tervez veled valamit. Itt a hold mutatja az álmait, az ő elképzeléseit. Ez lehet egy családalapítás is. Mi fűz össze benneteket? Itt a 2-es szám jelenti a párkapcsolatot, téged és őt. Itt nincs egy harmadik személy a háttérben. Tervei vannak veled. Ez lehet egy utazás, ez lehet egy új irány, lehet egy új kezdet, ami itt is látható. A 10-es szám azt jelenti, hogy itt kezdődik egy új periódus. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!